Már dolgoznak a munkagépek a Nagykátai úton, elkezdődött a felújítás. Elsőként felmarják a régi burkolatot, majd szintbe helyezik a csatorna szemeket, és meleghengerelt aszfaltot terítenek le az útra. Így megszűnik a kátyús, nehezen járható szakasz a város ezen részén is. A felújítás során ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani, tájékoztatta szerkesztőségünket a kivitelező. Az új út költségét is tartalmazza az a 130 millió forint pályázati forrás, amit az önkormányzat nyert belterületi utak felújítására. Ebből a pénzből újult meg a Körösi út, a Belcsényi-Szolnoki úti csomópont és a Damjanics utca, valamint a most még felújítás alatt Mező utca és a Nagykátai út.